hiszen azt a reklámajándékot, vagy nevezzük bárminek, azt a gyógyászati tevékenység során használnák fel. A 46-os ajánlási pontban arra tettem javaslatot, hogy tehát a gyógyszer ismertető cégnek, vagy a rendezvény szervező cégnek 30 nappal előtte be kell jelenteni, hogy kik fizették be a rendezvény díját, kik regisztráltak a rendezvényre. Hát úgy gondolom, hogy ezt nem lehet mostanság megvalósítani, mert sok rendezvényre a rendezvény előtt egy héttel, vagy akár a rendezvény napján regisztrálnak be a résztvevők, tehát 30 nappal előtte nem tudja a rendezvény szervezője lejelenteni azt, hogy ki regisztrált be. Hát én azt javasoltam, hogy 8 nappal a rendezvény után jelentse be ezt, de hát egy kapcsolódó módosítóban akkor azt javasoltam, hogy akkor legyen a rendezvény megkezdéséig jelentse be. Tehát úgy gondolom, figyelembe véve azt, hogy milyen komoly bírsággal fenyegetik a rendezvény szervező cégeket, tehát ne állítsuk őket olyan helyzetbe, amit eleve nem tudnak betartani. Az 55-ös ajánlási pontban arra tettem volna javaslatot, hogy a hatóanyag fix, tehát a fix hatóanyag támogatású gyógyszercsoportban ból vegyük ki az emelt indikációban való felírásnál azt, hogy lehessen emelt indikációban felírni őket. Tehát ebbe az 5%-os referencia ársávban tartani ezeket a hatóanyagokat, hát nem helyes, még egyszer mondom, az emelt indikációban, mert adjuk meg a betegeknek azt a lehetőséget, hogyha ők a drágább, originális készítményt választanák, akkor választhassák azt. De ugyanakkor ne fosszuk meg őket attól a támogatási összegtől, amely egyébként erre a hatóanyagra járna nekik. Az 56-os ajánlási pontban a nemzetközi összehasonlítás, mikor nemzetközi összehasonlításban vannak a hatóanyagok, akkor úgy gondolom, hogy kellene figyelni a gyógyszerek kiszerelésére is. Tehát nem minden országban ugyanúgy lehetnek kiszerelve, tehát ugyanolyan darabszámmal lehetnek kiszerelve a gyógyszerek, és ezért én azt javasoltam, hogy tablettára lebontva gyakorlatilag úgy vegyék figyelembe a gyógyszerek árát. És ehhez egy kapcsolódó módosító javaslatot nyújtottunk be, hogy hát akkor a napi terápiás dózist vegyék figyelembe valami az összehasonlítás alapján. Ezek a lényegesek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Puskás Tivadar, Kereszténydemokrata Néppárt. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két módosítóhoz szólnék hozzá. Az egyik a 64-es ajánlási szám alatti. Itt bár tudom, hogy szándékában a kis és középvállalkozóknak az adómentességét segíti elő, de esetlegesen előfordulhat az, hogy különböző manőverekkel a nagyobb cégek fogják ezt kihasználni. Ez az egyik. A másik pedig a 45, 46, 47-es, illetve az 52-es paragrafusban előforduló rendezvény fogalmának definiálása szükséges lenne a későbbi félreértések elkerülése miatt. Én úgy döntöttünk, hogy egy kapcsolódó módosítót igyekszünk beadni, amelyben, ha nem is a rendezvény fogalmat, de a nem rendezvénynek minősülő rendezvényeket, vagy összejöveteleket fogalmazzuk meg, úgyhogy ezzel próbáljuk pontosítani a törvényszövegét. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megadom a szót a felszólalni készülő Szócska Miklós államtitkár úrnak, aki most kíván válaszolni a
vitában elhangzottakra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen, hogy ezen az egészségkárosító módon késői vagy korai órán is itt voltak és hozzájárultak a vitához. Számos módosító javaslat érkezett, összesen 68, és ebben még nincsenek benne a kapcsolódók. Ez talán mutatja azt, hogy bár egy saláta törvényről van szó, de fontos pontjai voltak ennek, és a kapcsolódó módosító indítványokon is jelenleg is még egyeztetések zajlanak. 24-et fogadtunk be a 68 beérkezett javaslatból, ennek a negyede ellenzéki képviselő által benyújtott javaslat. Van olyan is, amelyeknél jeleztük, hogy a célral egyetértünk, és a megvalósításban pontosításokat javaslunk. Ezeket, ha beérkeznek, a kapcsolódó módosító javaslat formáján támogatni tudjuk. Köszönöm szépen a konstruktivitásokat, és igyekszünk konstruktív partnerek lenni a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. A módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Tisztelt országgyűlés, sokan következik a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Sebestyén László Fidesz önálló indítványát a TPR 3387. sorszámon, az együttes bizottság ajánlást pedig TPR 3387/45. Sorszámon kapták készhez. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat két szakaszban vitassa meg az országgyűlés. Felkérem Göndör István jegyzőurat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Tisztelt országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban a termékdíj köteles termékek körét kiegészítő, illetve az egyes díjtételeket módosító javaslatokat vitassa meg az országgyűlés. Ezek az ajánlás 1, 2, 3, 14, 61, valamint a 67-től 78. terjedő pontjai tartalmazzák. A második vitaszakaszban pedig a termékdíjakra vonatkozó általános szabályokat módosító indítványok szerepelnek, az ajánlás 4-től 60-ig terjedő, 62-től 66-ig terjedő pontjai szerint az előző szakaszban tárgyalt indítványok kivételével. Az összefüggésekre figyelemmel ebben a szakaszban szerepel a 79. pont tárgyalása is. Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt országgyűlés, kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel, kérem készfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az országgyűlés az indítványomat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék, hogy a bizottság ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom tehát a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1, 2, 3, 14, 61, valamint 67-től 78-ig terjedő pontjaira, és látom a felszólalni kívánó képviselők nevét is. Elsőként megadom a szót 6 perces időkeretben Bödecs Barna képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, én nagyon rövidre fogom, tekintettel arra, hogy a Jobbik frakció 12 érdemi módosító indítványt nyújtott be, ugyanakkor ezek nem kapták meg a szükséges kormányzati, illetve bizottsági támogatást, és különös tekintettel a szocialista frakció kellően destruktív magatartásra, mert még az egyharmados támogatást sem tudtuk megszerezni, így nem kívánom a tisztelt házban jelenlévő képviselőket untatni olyan javaslatokkal, amelyeknek elfogadására valami kevés esély van. Egyben szeretném megköszönni az előterjesztőnek, illetve államtitkár úrnak, hogy nagyon sokat dolgoztak ezen az ügyön, és reméljük, hogy jobbító szándékú javaslataink esetleg egy későbbi időpontban meghallgatásra találnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Szilágyi László, LMP-s képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, ebben a szakaszban a 2-eshez, illetve a 78-ashoz szeretnék hozzászólni. De mielőtt ezt megtenném, talán csak a jegyzőkönyv kedvéért, hadd mondjam, hogy alapvetően méltatlannak tartom, ami itt folyik.
egész éjszaka, tehát embertelen, teljesen felesleges és tökéletesen értelmetlen, amit mi itt csinálunk, és nyilván egy ilyen fontos gazdasági környezetvédelmi szabályozáshoz méltatlan is. A kettes pontban arra tettem javaslatot, hogy a termékdíjas termékek körét egészítsük ki a száraz elemekkel, hiszen egy nagyon macerás és veszélyes hulladéktípusról van szó, ami ragyogóan szabályozható lenne termékdíjas körben. Eddig a gyártói felelősség körében történt események nem tudtak elég eredményt felmutatni annak a tekintetében, hogy töredékét tudjuk csak visszagyűjteni annak a kibocsátott szárazelemnek, mint amennyit kellene, vagy ideális lenne, úgyhogy mindenképpen jót tenne ennek a hulladék típusnak, hogyha be tudnánk vonni a termékdíjas körbe. A 78-as pontban egy nagyon fajsúlyos kérdésről van szó, nevezetesen arról, hogy az egyéni teljesítőkre milyen kötelezettségek hárulnak a begyűjtés tekintetében, és hát itt egy elég bonyolult számítási rendszer is van, illetve a díjtételekből is nagyon sok minden kiderül. Ami alapvetően hiányzik ebből az, és a reggeli bizottság ülésen is elmondtam 18 órával ezelőtt körülbelül, hogy az Európai Unió egy globális hasznosítási kvótát is előír a csomagolás és az elektronikai hulladék esetében, és a törvénytervezet erről megfeledkezni látszik abszolút. És hogyha pusztán azt nézzük, hogy itt a hatalmas táblázatnak a második oszlopában a bizonyos országos hulladékgazdálkodási ügynökség teljesítési hányadai vannak feltüntetve, pusztán ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy ez a globális begyűjtési kvóta nem fog teljesülni, úgyhogy nagyon veszélyesnek tartom, hogyha ez így marad. Nem beszélve arról, hogy az akkumulátor esetében nem lehet 100%-os hasznosítást elérni, csak egy olyan 85%-ost, és úgy látom, hogy több képviselőtársam is erre a meglátásra jutott, és valami ilyen irányú módosítást végül azt hiszem el is fogadott az előterjesztő. Ez lett volna ebben a körben a felszólalásom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita egy szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 4-től 60-ig terjedő, 62-től 66-ig terjedő pontjaig, valamint a 79. pontra. Megkérdezem, ki kíván felszólalni 6 perces időkeretben. Megadom a szót Szilágyi László, LMP-s képviselő úrnak. Köszönöm szépen, több pontot is érintenék, a legfajsúlyosabbal kezdem, a 45-ös, ami összefügg a 79-essel. Ugye itt a törvényjavaslat leggyengébb elemére szeretnék rávilágítani. Itt teljesen zavaros a szöveg alapján, és csak a részletes indoklásból derül ki, hogy miről is van szó itt pontosan. Ugye itt azt mondja az eredeti előterjesztés, hogy az anyagában történő hasznosítás mértéke termék és anyagáramonként legalább 75%-ot, legfeljebb 25%-ot kell, hogy elérjen ezzel szemben az energetikai hasznosítás. Hát ez így nem maradhat így semmiképpen, mert ez így végrehajthatatlan, teljesíthetetlen. Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy az egyéni teljesítőknek ír elő valamiféle kvótákat az előterjesztő, de nincsen tekintetten arra, hogy az anyagáramok között komoly különbség van a begyűjthetőség és a hasznosíthatóság mértékében is, és mi arra teszünk javaslatot, ott hátul a 79-es ajánlási pontban egy negyedik mellékletet vezetünk be, ahol anyagáramonként és időben is differenciáljuk ezeket a begyűjtési arányokat, és hát az sem mindegy, hogy hogyan értelmezzük itt az előterjesztőnek a szövegét, hogy a
kibocsátás százalékairól beszélünk, vagy pedig a begyűjtött hulladékoknak a hasznosítási százalékairól. Én azt gondolom, hogy ez lenne a legeslegfontosabb, hogy az előterjesztő ezt helyre tegye, és kérem, hogy a módosító indítványainkat is fogadja be. Itt nagyon sok apróság lenne még, nem akarom azzal húzni az időt, hogy itt ezeket keresgélem. Az 52-es pontban megint csak egy sarokpont van, ugye a törvény abból indul ki, hogy teljesen megszűnnek a gyártói felelősségen alapuló koordináló szervezetek, és ennek a bizonyos OHÜ-nek, Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek, aminek a neve sincsen eldöntve a törvényjavaslatban, több helyen ellentmondásosan szerepel, kizárólagos jogosultsága lesz a hulladékok közvetítői rendszerében. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniós szabályozásból és ennek a szellemiségéből az vezethető le, hogy nem lehet kizárólagosságot adni az államnak, hanem fent kell tartani valamiféle gyártói felelősség alapján működő rendszert is. Erre teszünk itt javaslatot. És hát még egy dolog, hogy ugye az eddigi rendszernek az volt a lényege, hogyha egy cég hasznosítási díjat fizetett egy koordináló szervezetnek, akkor a koordináló szervezet átvállalta a hasznosítás felelősségét, és a minden egyéb ebből adódó felelősséget. A törvényjavaslat elhibázza kimondani, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a befizetett termékdíj fejében átvállalja ezt a felelősséget. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Pontosításokat teszünk még olyan értelemben is, hogy a tárgyévre jellemző hasznosítási adatokat és ezt a bizonyos gyűjtési hasznosítási tervet milyen módon kell meghozni, hogyan kell a termékdíj bizottságtól jóváhagyást kérni, illetve egy kicsit korlátoznánk itt a hulladékgazdálkodási ügynökségnek a jogkörét az országos tervtől való eltérés tekintetében, és magát a termékdíj bizottságot is megnyitnánk egy kicsit a civil szervezetek számára is, tehát legyen egyfajta civil kontroll is ebben a rendszerben, mindenképpen fontosnak tartanánk. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a kormány képviseletében jelenlévő Illés Zoltán államtitkár úrnak a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. A jó pap szokta azt csinálni, hogy dicséri a híveket, akik ott vannak a misén. A rossz pap szokta azt emlegetni, hogy ki mindenki nincs ott a misén. Érthetetlen a számomra Szilágyi képviselő úr azon felvetése, hogy méltatlan a helyzet és a körülmény. Ha délelőtt 10 óra lenne, vagy délután 2, és zsúfolásig telt patkóban beszélnénk a részletes vitáról, az ugyanolyan méltányos lenne a házhoz, mint ebben az időpontban zajló vita. Tehát azt gondolom, hogy értelmes emberek ekkor is el tudják mondani a gondolataikat. A második része a mondani valómnak az, hogy szeretném Bödecs Barnabás képviselő úr módosító indítványait dicsérni. Illetve azt kell mondanom, hogy a részletes vita előtt zajló általános vitában is az ő hozzászólását képviselőtársak, egyéb más képviselőtársak hozzászólásai mellett kiválónak tartottam, és ezt azért szeretném rögzíteni többek között itt a ház előtt a jegyzőkönyvben is, mert meg vagyok róla győződve, hogy számos módosító indítvány, amelyet ő és a Jobbik oldaláról benyújtottak, a következő években alkalmas lesz arra, hogy beépüljön a termékdíj rendszerbe. Nem azért, mert Jobbik és ellenzék, hanem azért, mert szakmailag teljesen korrekt. Ugyanakkor most, ebben az időszakban nem tudjuk befogadni, többek között azért, mert annyira kicentizett, annyira kifeszített az az egyesség, amely a különböző gazdálkodók, gazdasági érdekcsoportok, a kormányzat és egyéb más tényezők, zöld szervezetek között köttetett, hogy szétfeszíteni ezt az egyességet. Ennek kapcsán mondom, hogy nem értünk egyet ebben a pillanatban Szilágyi László módosító indítványával, ami a száraz elemek tekintetében kiterjeszteni a termékdíj köteles termékek körét. Ugyanilyen módon említhetném kormánypárti képviselőtársam Rogán Antalnak azt a nagyon kiváló megjegyzését,
és nincs módosító indítvány előttünk ebben a pillanatban, amely a mosóporok tekintetében a foszfát tartalmú és ezáltal vízszennyezést előidéző mosóporok termékét történő megnevezését tartaná fontosnak. Ez a következő év elmozdulása lesz, akár a száraz elemek tekintetében, akár más termékek tekintetében. Azt kell mondanom itt a részletes vita időszakában, hogy bizony képviselő úrral, Szilágyi Lászlóval egyet nem értve, a kizárólagosság az államnak igenis egy dán modell, és bizony mi azt akarjuk, hogy a gyalázatos eddigi rendszer, amelyben fölmerült a gyanú csalás, síbolás, mindenfajta visszásságok tekintetében, ez számos példa is bizonyítja, többek között azok a rendőrségi eljárások, amelyek a gumiabroncsok begyűjtése is, és újrahasznosítása tekintetében történtek. És ezért nem értem képviselő úrnak az ilyen jellegű megnyilvánulásait, hiszen ő maga, aki egyrészt a zöld mozgalomból jön, másrészt pedig a hulladékos területen tevékenykedett, pontosan ismeri ezt a rendszert, és szemforgató módon most úgy beszél, mintha nem látná, nem tudná ennek a rendszernek a visszásságait. Bizony a dán modell az arról szól, hogy az állam felelőssége. Ez nem kisebbíti az egyéni teljesíthetőség jelentőségét, de itt szeretném hangsúlyozni, hogy arról szó nem lehet, hogy újra koordináló szervezetek jöjjenek létre, és az ilyen jellegű módosító indítványokat nem fogadjuk be, és nem vagyunk hajlandók támogatni. Csak átneveznék, vagy átbecézgetnék, és ugyanúgy létrehoznák azt a rendszert, ami arról szólna, hogy az, aki felelős a saját termékért, az átadná a felelősséget egy magánkoordinálónak, csak most nem így hívnák, és utána ugyanaz a rendszer folytatódna, mint ami eddig zajlott. Azzal, hogy volt olyan módosító indítvány, amely arra irányult, hogy egy monopolisztikus magánérdekeltség legyen anyagáramonként, tehát mondjuk a műanyag palackok tekintetében, vagy a gumiabroncsok tekintetében. Tehát visszaállítaná, visszacsempészni ezt a rendszert, na, a monopólium az jól jönne azoknak, akik eddig megpróbáltak a monopolisztikus lehetőségeikkel visszaélni. Tehát ez elfogadhatatlan, és itt szeretném hangsúlyozni a tiszteletház előtt, hogy bizony az egyéni teljesítés az arról szól, hogy az adott cég akkor szervezze meg az infrastruktúráját, ha olyan kiváló hulladékgazdálkodást kíván teljesíteni, megvalósítani, akkor a begyűjtést, az újrahasznosítást, és akkor ő egyénileg teljesítsen. De az, hogy valakinek átadja ezt a lehetőséget, és ugyanaz a rendszer visszaáll, csak más néven, mint ami eddig a visszásságokat produkált, az elfogadhatatlan, szó nem lehet róla. Végül pedig a 45-ös módosító indítvány anyagában történő újrahasznosítás, energetikai hasznosítás témaköre. Az Európai Unió döntött arról, hogy a gumiabroncsok tekintetében el kell érni a 75%-os anyagában történő újrahasznosítást. Tehát a magunk részéről se pirolízist, se égetést nem támogatunk. Az anyagában történő újrahasznosítást, méghozzá 75%-ban. Az elkövetkezendő időszakban pedig nyilvánvalóan 100%-ot anyagában történő újrahasznosítás tekintetében nem lehet elérni, fizikai képtelenség. A kibocsátás arányában, például a kopásból származó anyag kikerülést figyelembe véve, biztos, hogy el lehet érni egy 85-90%-os anyagában történő újrahasznosítást. Ebbe az irányba fog menni a rendszer, és nem az égetés, és nem a pirolízis. Miért nem? Azért, mert levegőszennyezés, azért, mert visszásságok, tömkelege, cementipari művekben történő égetés tekintetében, ezért mi az anyagában történő újrahasznosítást támogatjuk, teljesen összhangban az Európai Uniós elvárásokkal. Elnök úr, tisztelt ház, köszönöm, hogy szólhattam. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem Sebestyén László képviselő urat, most jelzi, hogy most kíván válaszolni a vitában elhangzottak önni a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, először is jó reggelt kívánok. Az a helyzet, hogy az államtitkár úr gyakorlatilag pontról pontra végigment, és mindent megválaszolt. Egyetlen egy dolog az, ami szeretnénk kiemelni, az, hogy érvényesíteni kell azt az elvet, hogy az fizessen, aki szennyez. Tehát a szennyező fizet elvet. Ugyanis azért annyit tudni kell, hogy az esetlegesen az Európai Unió által
kilátásba helyezett büntetés, illetve a saját magunkkal szembeni elvárás is az, hogy a hulladék gazdálkodásunk, illetve az újrahasznosításunk olyan százalékos legyen, amilyet az előbb az államtitkár úr elmondott, és a büntetés, esetleges büntetést, ami nagyon komoly, azt hiszem, ha jól emlékszem, 90 millió eurós egyszeri bírság, és utána pedig naponta 85 ezer eurós büntetés mindaddig, amíg el nem fogy a türelem, és esetleg az Európai Uniós lehetőségekből történő, pénzügyi lehetőségekből történő kizárás szenvedni az ország, ezt nem szeretnénk elárni, vagy elérni. Tehát ilyenkor nem a koordinátorok fognak fizetni, hanem mindig az állam. Pontosan ezért kívánjuk, és nem szeretnénk az ilyen koordinátorok általi büntetés, mondjuk az adófizetők pénzéből finanszírozni. Ezért gondoltuk, és ezért van ez a törvényjavaslat, hogy igenis egy nagyon komoly, 100%-os állami tulajdonú országos hulladékgazdálkodási ügynökség végezze a munkát. Nem beszélve arról, hogy annak azért egy olyan összetevője van, ugye van az adminisztratív, van a stratégiai, és van az operatív része. Gyakorlatilag a stratégiai része minden olyan kérdésre választ fog adni, amit itt a képviselő úr feltett. A bizottsági üléseken már ezekre a kérdésekre, illetve a módosítókra egyesével megtettük a választ. Tehát köszönöm, hogy meghallgattak továbbiakban. Nem kívánom is jó reggelt. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az Alkotmányügyi Bizottság önálló indítványa TPR 3522. sorszámon a honlapon elérhető. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Cserpalkovics András úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt országgyűlés államtitkár úr, a képviselő társaim. Azt mondom, hogy mindenkinek tisztelet jár, aki így 5 óra előtt 10 perccel pártállástól függetlenül itt van, és egy napirendi előterjesztéssel kapcsolatban elmondja maga, illetve frakciójának álláspontját. Én a tiszteletet úgy szeretném megadni, hogy nem beszélek többet annál, mint amennyit azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben és ilyen időpillanatban feltétlenül szükséges egy ilyen előterjesztéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy jogos társadalmi elvárás, sőt, talán még követelésnek is nevezhetnénk azt, hogy az igazságszolgáltatás több évtizedes alkalmazása során megmutatkozó szakmai és gyakorlati érveket, tapasztalatokat és hiányosságokat feltárva nézzük meg, hogy milyen jobbító javaslatokkal lehet ezen a területen is előrébb lépni. Mindenképpen szükséges a törvényes rend, a közös jogbiztonság fenntartása és erősítése, valamint egy néha nehézkesen, bürokratikusan működő rendszer és legbántóbb részének, a lassúságnak az orvoslása és ezekben a kérdésekben az előrébb jutás. Ez az előterjesztés az Alkotmányügyi Bizottságnak ezt kívánja elérni. Törvényjavaslat a közélet tisztaságát beárnyékoló visszaélésekkel, az állami vagyon megkárosításával kapcsolatos büntető és polgári perek gyorsítását irányozza elő, az ügyek mi hamarabb jogerős lezárását célozva. Rendelkezései többletjogosítványokat adnak a peresfelek és a bíróság kezébe, valamint jogosítványokat vonnak el olyan esetekben, amelyek az eljárás folyását a gyakorlati tapasztalatok alapján lassították, megakasztották. Kiemelt jelentőségű ügyek csoportját hozza létre, amelyekre speciális eljárási szabályok vonatkoznának a jövőben ezen javaslat elfogadása esetén. Azt gondoljuk, hogy össztársadalmi érdek és a pártpolitikai független egységes politikai felelősség kérdése, hogy a különösen nagy vagyoni értékű, valamint a társadalom által nagy figyelemmel kísért polgári és büntető perek jogerős lezárása mielőbb megtörténhessen. Ez mindenképpen az igazság mielőbbi felderítésének oldalán folytatott küzdelem, ami egy jogos társadalmi elvárás és a korrupció ellenes küzdelem egyik legfontosabb mérföldköve lehet.
gyorsítást szolgálja az egyes eljárási határidők rövidítése, és az is, hogy ezeket az ügyeket tárgyaló bírókat lehetőség szerint mentesíteni kell az egyéb ügyek intézése alól. Az eljárás, illetve a javaslat célozza azt, hogy hatékonyabb és költségtakarékosabbak legyenek ezek az eljárások, ezáltal is gyorsítva ezen eljárások lefolytatását és jogerős ítélettel történő lezárását. Azt gondoljuk, hogy a bíróságok termentesítését szolgálja az is, hogy az ügyészség megjelölhető, melyik bíróság előtt nyújtja be a vádiratot, ezzel megszüntethetők talán azok az aránytalanságok, amik ebben a rendszerben ma felfedezhetőek. És azt is tudjuk, hogy az eljárás alá vont személy számára is alapvető